a Dolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a következő tanévben is egy 6 évfolyamos és egy 4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk, aminek a végén ott az érettségi. Október 20-án csütörtökön a 4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődő diákok számára tartunk egy nyílt napot. Szintén benézhetnek, bemehetnek órákra a diákok, de szülőket is szeretettel látjuk természetesen. És szombaton ugyanúgy, ez október 22-e, szintén 9 órától várjuk az érdeklődőket. Ott természetesen szombatonként órákra nem tudnak bemenni, elsősorban információkkal tudunk szolgálni, illetve meg tudjuk mutatni az iskolát. A jelentkezés módja változatlan, tehát felvételi van, írásbeli felvételi, központi írásbeli felvételi, amire december 2-ig kell jelentkezni. Az iskolába kell beadni, tehát ide hozzánk kell beadni a jelentkezési lapot, az írásbeli felvételére való jelentkezést. Január 21-én lesz az írásbeli felvételi magyarból és matekból, pontosabban szövegértésből és matematikából. De hogy ez a felvételi minél jobban sikerüljön, az előző évek tapasztalataira alapozva online felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk, külön a 6 évfolyamosok számára, külön a 6-osok számára és külön a 8-osok számára. Ezt a reményeink szerint a jövő héttől fogjuk tudni kezdeni, de bármikor be lehet kapcsolódni. A Zoom nevű platformon keresztül történik ez a felkészítés, és kimondottan az írásbeli felvételire készülnek egy-egy kolléganő, kollega segítségével a gyerekek. Egy picit mégis föl tudják eleveníteni a nyelvtani, matematika ismereteiket. Gyakorlatban látják, hogy hogy néznek ki ilyen feladatok, hogy kell megoldani, mire kell figyelni. Tehát biztos, hogy segít az írásbeli dolgozat minél jobb megírásában. Én úgy gondolom, hogy az iskolában nagyon jó az idegen nyelvi oktatás. Nekem 2 idegen nyelvű is lehetőségem volt már előrehozott érettségit tenni, illetve versenyszerűen sportolok, és az iskola ezzel kapcsolatban is nagyon támogató volt. Én 4 osztályos gimibe jöttem ide, és igazából azelőtt egyáltalán nem tudtam, hogy melyik gimit válasszam, viszont amikor idejöttem, akkor az egész épület nagyon megtetszett, az iskolának a légköre. Szerintem nagyon szép az aulánk is, meg a park is, ami körülveszi az iskolát. Szóval amikor egy kicsit ki szeretném szellőztetni a fejemet, akkor itt tudok jókat sétálni a barátokkal. Igazából az itteni légkör és az itteni tanárok nagyon meghatározták az érdeklődési körömet, illetve a továbbtanulási irányomat is, leginkább ők befolyásolták. Az iskolában tanító pedagógusok egymáshoz való viszonya is azt gondolom meghatározó. Szerintem példaértékű, ahogyan ez a tantestület működik. Tehát egymást is tudjuk segíteni, támogatni, amire lássuk be. Gyakran van szükség. A tantestület azt gondolom, hogy példát mutat ebben is a gyerekeknek, és ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát egymást tudjuk különböző módon támogatni, egymás munkáját tudjuk megbecsülni, és egymástól tudunk tanulni. És ha bármit meg kell oldani, bármilyen szokatlan helyzettel kerülünk szembe, biztos, hogy lesz sok ötlet, sok megoldási javaslat, amit aztán a továbbiakban is tudunk hasznosítani. Ilyen volt például ez az online felvételi előkészítő is, ami azóta is jól működik. A kollégák közül már egyre többen, körülbelül most már lassan a tantestület fele mesterpedagógus.
ami azért azt jelzi, hogy a tanárok is igyekeznek fejlődni, igyekeznek lépést tartani azzal, ami az oktatásban újabb módszernek, trendnek számít, és igényesek a munkájukra. És azt hiszem, hogy a gyerekek fejlődése szempontjából ez az egyik legmeghatározóbb motívum, tényező. Ha a pedagógus igényesen végzi, lelkesen végzi a munkáját, akkor eredményes lesz a felkészítés is. Tehát nem jellemző a gimnáziumra, hogy lélektelenül valamit csak nagyon gyorsan átadunk, lezavarunk, sokszor tanórán kívül is, azután is, különböző iskolán kívüli, tanórán kívüli foglalkozásokon, rendhagyó órákon, az élménypedagógia módszereit alkalmazva igyekszünk a diákokat motiválni is, nem csak a számonkérésre helyezni a hangsúlyt. Az iskolának a légköréhez hozzátartozik tehát ez az egymás segítő, támogató hozzáállás a diákok esetében és a pedagógusok esetében is, és talán ez az, amit a gyerekek magukkal tudnak vinni, természetesen a tudáson, az ismereteken, felkészülésen kívül további életükre. Visszagondolok ezekre az évekre, akkor talán azokért a tanárokért vagyok a leghálásabb, akik a saját plusz idejükből áldoztak ránk, és hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a meghatározó évek, ezek a lehető legjobban teljenek itt ebben a gimnáziumban.